Hello mindenkinek! Rabbas szociális írásaiból olvasom, mondják az oldalszámot, a cikk a barátok szeretettek, kérdéseket föltenni élőben, a Kabbala TV-n keresztül a kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva lecke során. Tehát Rabbas szociális írásai, barátok szeretete. És egy ember találtak a mezőn, aki bolyongott ott. És az ember megkérdezte tőle, mit keresel? Ő pedig azt válaszolta, a testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, én könyörögve kérlek, hová tűnt a nyáj? Az ember, aki bolyong a mezőn, az megfeleltethető annak a helynek, annak a búzamezőnek, amelyet fenn kell tartani, hogy a világ valóban ki tudjon áradni. A föld az, amiben a mag fejlődik, amiben növekszik, és elő van mondva, hogy ez az a mező, amelyet az Úr megáldott. Bálát Turim elmagyarázza nekünk, hogy az ember bolyong a mező, ez megfeleltethető annak, az embernek, aki valóban az értelem útján halad, és nem tudja a valódi utat, amely arra helyre vezet, amit el kell érnie. Ezért tekinthető az annak, hogy ő bolyong a mezőn, és el kell jusson egy állapotba, ahol azt gondolja, hogy soha nem fog elérni a célt, amit el kell érnie. És az ember megkérdezi tőle, mit keresel? A válasz az, ami azt jelenti, hogy hogy segíthetek neked? És pedig azt válaszolja, hogy én a testvéreimet keresem. Azáltal együtt vagyok a testvéreimmel, azaz együtt vagyok egy csoporttal, ahol a barátok szeretete érvényesül, válok képessé megtenni azt az utat, amely az Isten házához vezet. Ezt nevezzük az adakozás útjának. És ennek megfelelően ez ellenében van a természetünkkel. Annak érdekében, hogy ezt sikeresen elérjük, látnunk kell, hogy nincs más lehetőség, mint a barátok szeretete. És akkor az ember megkérdezte őt, hogy mit keresel. Rasi pedig elmagyarázza, hogy ők eltávolították, úgy interpretált, hogy eltávolítom magukat a testvériségből, azaz nem akarnak egybeolvadni veled. És végül ez okozta Izrael számüzetését Egyiptomba. És hogy megmeneküljünk Egyiptomból, magunkra kell vennünk, hogy egy olyan csoportba lépjünk be, amely a barátok szeretetét akarja fenntartani, és ezáltal meg leszünk jutalmazva az egyiptomi kimeneküléssel és a Tóra megszerzésével. Az utunk, mondja Rav, egy bolyongásra kezdődik a mezőn, amely állapotban az emberi bestia, mint egy vak mezőn kóborolna, mert az igazi belső ember a számüzetésben van. Ez bolyong a mezőn. Miért? Miért mondjuk ezt? Mert az ember, amelyik bent lakik az állat legbelsőbb részében, nem találta meg az útját. Ez egyfajta bolyongás, de még mindig meg egy áldott mezőn van. Tehát nem egy hétköznapi mezőn bolyong. Tehát van egy olyan periódus, amit nem lehet átugrani az emberi fejlődésben, és az ember utána helyes állapotokat tud megkülönböztetni magán. És ez valóban az embernek a választása, és hogy elindul-e.
És ha meghallja a hívást, akkor össze kell kapcsolódni a többiekkel, akik szintén keresnek, és ez a... Van, aki könnyebben és gyorsabban meghallja ezt a hívást, van, aki csak hosszú-hosszú idő után. Azaz, két barát érkezik a csoportba, az egyik szándékozik gyorsan és egyszerűen kapcsolódni. Ugyanezt látjuk például a hadseregben, és minden más ilyen, ahol emberek együtt érkeznek meg. A másik barát pedig mindig izolált, annak ellenére, hogy is megérkezett a csoportba, mindig be van zárva önmagába, nem érzi magát jól, hogy a többiekhez kell kapcsolódnia. Ez a hétköznapi csoportokban ezerszer megtörténik. Az emberiség különböző csoportjaiba, legyen az munkahely, hadsereg, vagy bármi más. És aztán van, aki ezt egyszerűbben megkapja, a másiknak pedig ez sokkal nehezebb. A mi helyzetünkben a kapcsolatnak a komponense az nagyon egyedi pont, és a lélek gyökerétől függ. Egészen addig, amíg a léleknek a gyökere fel nem ébred az emberben, az ember nem áll készen arra, hogy többi embernek képes legyen együttműködni. Valójában, igazából. Tehát az embernek be kell kerülnie egy csoportba, találkozni kell a kabalával, és mielőtt valódi benyomásokat kapna, olyan módon kell kiépíteni a kapcsolatot, hogy valóban az ember egyetérthessen a kapcsolattal, és valóban, ha folytatni akarja az útját, akkor meglegyen a helye, részt tudjon venni. Ebben, mert vannak emberek, akik alig bírják elviselni a saját útjukat, külső cselekedett sorozatokon keresztül tudnak csak tovább lépni, nem tudnak igazi baráttá válni egymásnak. És azon is egyet kell, hogy értsünk, ahogy az ilyen embernek a fejlődése rendkívül lelassul, egészen addig, amíg el nem kezd kapcsolódni. Tehát mindenkinek időre van szüksége a saját útján. Sokkal kevesebb út kell a közös úton. Tehát addig, ameddig az ember felén ébresztő önmagában, hogy hol vannak a testvéreim, és fölnöm teszi a kérdéseket, ez a kezdete az ember születésének, Ádám születésének, különben egy bolyongó bestiát látunk a világban. Ettől a ponttól kezdve azonban ez az embernek a születési pontja, mert abban a pillanatban a kapcsolatot kezdi el keresni, és ez az a pont, amelyben felébredt Ádám, hogy hasonló váljon a Teremtőhöz. Miért? Mert a kapcsolat előtt egyáltalán nincs kapcsolata a Teremtővel, a fogalmas is kicsoda. Hogy az egész élet, az élet minden másodpercet vezérli egy erő. Ez valami, amelyre állandóan emlékeztetni kell egymást, a fontosságon keresztül, még a kell mesterségesen is, a fontosságot úgy kezdjük el megszerezni, hogy a spirituális fejlődés első számú feltételeként kell megértenünk, mert ez visz bennünket előre, ha megszerezzük ezt az állapotot. És így haladunk előre. Tehát miután az ember felfedezi önmagában az ember, azaz, megtalálja a csoportot, a barátokat, akiket testvéreknek nevezünk, amikor valóban már kapcsolódni akar velük, amikor megérti, hogy egyetlen forrásból származik mindenki, a felső Abave imából, az apából és az anyából, annak a mintájából. Valóban egyetlen rendszerhez tartozik minden egyes ember, és ezért hívjuk testvéreknek az embereket. Ez az oka annak,
hogy nagyon különböző emberek is ugyanarra a helyre kerülnek, a teremtő elvezeti őket erre a helyre, a tízes körben, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe. A spirituális világ azonban kicsit más. És akkor, amikor elkezdődik a kapcsolat, ebben a kapcsolatban elkezdődik annak a felfedezése, hogy van egy módszer arra, hogy az ember hogy érheti el a valódi célját a létezésének. Nyilván azonban ez még messze van a teremtő felfedezésétől. Ez csak a 7 év éhezésbe való belépés, hogy ez az értelmi út mondja. De már érezhető, hogy milyen nagy mértékben érinti meg az embert mindez, amikor a Kabbala bölcsességét tanulni kezdi, amikor letisztázzák a cikkek a számunkra mindazt, amit a kabbalisták leírtak, Ábrahámtól kezdve, a módszer segítségével, Mózesen és az ő prófétáin keresztül. A király addig, amíg az utolsó nagy kabbalista nagy haszidok, Bajsatov tanítványa és így tovább, mindenki erről írt. Ők leírtak mindent a kapcsolatról, a csoportról, a barátok szeretetéről és az emberek szeretetéről. Tehát mi azt láthatjuk, hogy valamilyen módon be kell lépnünk oda, hogy szeress fel a barátod, mint önmagad, még akkor is, hogyha nincs igazi szeretet, egy szeress fel barátodat. Nekünk nincs még meg ez az erőnk, ez csak a kezdete annak, hogy megérintsük ezt az elvet, ami az emberi fejlődésnek egy alapja, Ádámnak az alapja, és akkor folytatnunk kell a kapcsolat megérintését egyre jobban és jobban egyfelől. Valóban látnunk kell, hogy összes cikk az mind a kapcsolatról szól. El kell kezdenünk látni, hogy a teljes Tóra az kizárólag a kapcsolatról lett megírva, semmi másról, mivel a bölcsek szavai gyógyítóak, tehát csak is a növekvő kapcsolat irányába szabad elmozdulnunk. Később pedig majd látni fogjuk, hogy még a tíz fír a tanulmánya is, tehát a Talmud Eszer Szefirot, minden, ami ott le van írva, az a kapcsolatról szól, az emberek lélek közötti kapcsolatról, és a Zohár is, és a Tóra is a növekvő kapcsolatról szól. És az, ennek az intenzitásáról és a minőségi kifinomodásáról, és valóban a csoportban azt akarjuk látni, hogy hogyan válik a parancsot végrehajtásából egy magasabb szintű kapcsolat, ami természetesen majd közelebb visz bennünket egymáshoz. A mózesi öt könyv is erről szól, az összes szent tekercs erről szól, hogy hogyan lehet adakozni egymás felé a kapcsolatban. Ugyanez van a tíz főre, talán még egyszer, tehát annak érdekében, hogy lássuk mindezt, tudnunk kell, hogy minden a tízes kör kezdő kapcsolata körül forog. Ezért mindenkinek meg kell kérdeznie önmagától, hogy mit kér a teremtőtől, és akkor ki kell jelenteni, hogy a testvéreimet keresem, hogy kapcsolatotok velük össze, milyen módon találtam el a kapcsolat velük, mert ez csak is az egónk által kezdődhet el a kapcsolat, az egót kell felfedezni, megérteni,
a csögyen működik, hogy valóban dolgozni akarunk az egónkon annak érdekében, hogy elérjük a kapcsolat egy nagyon magas szintjét. Ez a kezdete a fejlődési folyamatnak. Amely felgyorsítható, tehát ez a fejlődési szint felgyorsítható, ahogy írva van, tehát 400 év helyett 210 years. Felére előrítették ugyanazt a fejlődést 220 évre. Tehát reméljük, hogy keresztül fogunk menni az összes állapoton viszonylag gyorsan, ahogy a világnak erre valóban szüksége van, és egyre jobban megértjük a felelősségünket, annak megfelelően pedig fel tudjuk gyorsítani az egész világ fejlődését. Tehát reméljük, hogy a kapcsolat, amit mi megkísérlünk végrehajtani, elvezet bennünket annak a felismeréséhez, hogy mit jelent az adakozás, és hogy viszonylag gyorsan stabilizáljuk majd a rendszert, és két vonalomban is jobban haladunk előre, hiszen a Tóra a középső vonal majd megérkezik, és közben pedig a bal és a jobb lábon lépkedve állandóan kontrollálva az egyre növekvő módon felbukkanó egónkat, hiszen meg kell, hogy értsük, hogy van egy út, amely nem hosszú, hanem nagyon erőteljes, nagyon sok állapottal, ahogy elkezdjük felismerni a természetnek az erejét, amit korán kell felismernünk ahhoz, hogy előadjunk, hogy valóban az emberen keresztül kezdjük el felfedezni a valóság teljességét, hogy az hogyan épül ki, és ez valóban egy csodálatos feltárulást tesz lehetővé, amely az emberen belül jelenik meg, ahogy írva van. Ha az ember nem ért valamit, annak az oka az, hogy nincs meg az edénye. Ez az, ahogy nekünk át kell lépnünk ennek a varázslatos világnak a küszöbét, és akkor feltárul minden, mindazoknak, akik valóban ezt az új edényt megszerzik, ez pedig csak is a kapcsolaton keresztül lehetséges. Egészen addig, amíg meg nem valósítunk mindent, ami le van írva a Tórában, tehát, hogy írd be a Tórát a szívedbe, a szív a vágyak helye. Itt arra van szükségünk, hogy különböző formáit vegyük fel a betűknek, azaz a minőségeknek. Egyiket a másik után egészen addig, amíg a Tóra teljes könyve szét nem árad a hús szívben, és nem kezdi el megformálni az összes betűt a szív mélyén, az elsőtől az utolsóig, és ezzel kiformálódik a Tóra. Azaz mindenki meg nem kapja a teljes és totális korrekciót, amivel elérheti a teremtésnek a célját. Tehát valóban reméljük, hogy belépünk ebbe az állapotba, mondjára egyre jobban és jobban, napról napra, és a tízes körökönben vagyunk, amelyben feladatokat kapunk, segíteni fognak abban, hogy kialakuljon, de még egyszer mondom, egy kölcsönös munkát kell ez végezni, egy viszonosság alakuljon ki. Tehát ezért kell figyelni, hogy ki mit mond, ki hogyan ébreszti fel a másikat.
Mert ezen belül azt is éreznünk kell, hogy hogyan befolyásoljuk egymást, és hogyan ébresztjük föl a megszerzendő befolyást. Nyilvánvalóan mindig a felső fénynek a befolyását kell érezni. De nyilván ezt nem érezzük, még van is rá hiány. Tehát nyilván lehet, hogy egy kiváló csoportban vagyunk. Tehát ez megérinti, vagy nem érinti. Mindezt, tehát Izrael... Feltéve a kérdés, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Tehát nekünk egy kölcsönösségi munkát kell végeznünk. Tehát ahogy a tízes kör felé haladunk, a tízes kör pedig a csoport felé halad. És az egész világcsoport, nem csak itt. Tehát nyilván úgy kell előre haladnunk. Tehát egy erős csoportá kell válnunk. They're with you now as well. Tel Aviv is here, right? Tel Aviv itt van. Hol van New York? New York right here. That's good. At least something. Okay, very well. Very good. Nagyon jó, mondja Rav. Valami nem látom a nyugati csoportot. Let's hope we'll continue. Tehát akkor menjünk ennek a vonalnak a mentén, amiről eddig beszéltünk. Tens that are here. Hogy azok a csoportok, akik tízek, akik itt vannak, azokkal együtt, akik dolgoznak. Arra van szükségünk, hogy magunkra ébresszük mindezt akár a mai napon is. Kérdés. Tehát van, aki az elején van még ennek az útnak, van, aki már kicsit beljebb. Nyilvánvalóan ki az, aki az elején van, de elutasításban van még. Van, aki harcol a kapcsolat elején, van, aki visszautasítja. Ez nem ugyanaz, mondja Rav. I know from myself. Tehát én magamból tudom, hogy én például azokhoz tartoztam, ugye én Oroszországból érkeztem, tehát nekem a egy belső nyomás volt rajtam a propaganda miatt, hogy kapcsolódjunk, ezért én utáltam a kapcsolatot. Tehát ugyanoda kell visszatérni a kamara bölcsességében, amiből kimenekültem Oroszországból, ezt éreztem. És néztem az ortodox embereket, és egy kommunizmust akarnak építeni maguk között, ugye? Tehát... az történik, amit az antiszemiták mindig is vádolták Izrael, hogy megint itt a ostoba egységről beszélünk. De ez még akkor megérintett, mielőtt elmentem Rabashoz, ugye a kibucok, stb. És én éreztem belül, egy óriási elutasítás ébred bennem. Hát mit tegyek ezzel? Ez egy komoly dolog, mert ezzel nem tudok mit tenni. A teremtő így alakított ki engem. Tehát az egyik ember sürgetés kap a kapcsolatra, a mások nem. A legtöbb az valahol közte van, félúton. Mert amíg az embert nem érinti meg az egójának a növekedése, addig meg se próbál küzdeni önmaga ellen. Tehát az semmit nem jelent, az, hogy el van a többiektől izolálva. Amit tenni kell, mondja, hogy kapcsolódj mechanikusan az elején. Nem tudod, hogy mi történik. A csoportnak ezt figyelembe kell vennie, a csoportnak tudnia kell, hogy ez történik. Vegye figyelembe, segítse, és eljön az idő, amikor
Az ember már képes elvégezni a munkáját. Tehát még egyszer, a két ember érkezik a csoport, az egyik gyorsan belép, a másik pedig majd 5 év múlva fog belépni, annak én, hogy oda jár. Ez lényegtelen ebből a spirituális fejlődés szempontjából az idő, hiszen mindenki előbb vagy utóbb egy teljesen másfajta módon, de belép a dologba, csak más sebességgel, és az egyik gyorsabban belép, az sokkal gyorsabban vesz szinteket, a másoknak pedig, akinek nagyon nehéz belépnie, nyilván megteszi ő is ezt előbb-utóbb, de közben fel fog fedezni egy somó fájdalmat út közben. Tehát nem jelent semmit, mondja Ralf, hogy valaki milyen gyorsan tudja belül felvenni a valódi kapcsolatot, és ne hagyja el az utat. Tehát neki mindenkit meg kell tartani, amennyire csak részt vesz, nem szabad megzavarni senkit a saját útján. Ha ő zavar bennünket, akkor meg kell találni azt a helyet, ahol képes egy kicsit oldalról nézni bennünket, amíg el nem éri azt az állapotot, hogy valóban visszavonhat megjelenik az, hogy a csoporthoz akar tartozni. Mi az igazi különbség a között, aki belép ebbe, vagy aki nem? Van, aki a csoportot akar kontrollálni, hát mi ez? Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy össze kell kapcsolódni másokkal annak érdekében, hogy megtörténjen ez a fajta kontroll. Ezt kell. Ezért kell őt megtartani, hogy képes legyen ezt a kontrollt átvenni önmaga felett. Tehát, ha mindannyian a kapcsolatokkal foglalkozunk, ez a szentség, semmi más. Csak és kizárólag a kapcsolat egymás között. Ezen alapul minden, az ősatjáink ezt a definíciót adták meg a számunkra, és akkor mindent ennek megfelelően kell elrendezni. És mondja, a barátokkal is kell imádkozni, akik még nem érzik ezt, nem tudnak ezt közelebb kerülni, ellenállnak. A Teremtő nem adta meg nekik a körülöttük fénynek azt a mennyiségét, hogy képesek legyenek megérteni az intenzitását, a spiritás erejét a kapcsolatnak. És ugyanezt történik azokkal, akik a kapcsolatnak az elejét még nem értik pontosan. Tehát honnan származna ez? A különböző fénytől. Tehát van, aki gyorsabban érkezik el hozzánk, van, aki pedig lassabban. Itt minden a fénytől függ. A reformáló fénytől. Yes. Hogyan segíthetjük a barátokat, hogy összekapcsoljanak? Ez egy kihívás, mondja. Tehát nekünk egy feltételt kell megtartani, komolyan mondtam a moszkvai csoportnak és minden más csoportnak, hogy nekünk ezen kell dolgoznunk. Világos kell legyen minden egyes csoport számára, és különösen abban a helyzetben, amiben mondjuk a moszkvák vannak, hogyha egy barát kárt okoz, az nem barátunk többé, akkor valamilyen külső körtől érkezett, hogyha kárt okoz, mondja Rav, még egyszer, ha kárt okoz a többiek kapcsolatának, akkor nincs mit tenni. Mind neki is, és nekünk is jobb, hogyha kiszaparáljuk magunk közül. Az őt is szolgálja mindez, mondja Rav, mert mert azáltal, hogy másnak kárt okoz, bizony igazából magának okoz kárt. És reméljük, hogy ezen a héten, mondja Rav, nagyon sok dolgot le tudunk tisztázni, minden csoport el tudja kezdeni magát újra stabilizálni, és különösen a moszkvai, a cikkről. Mit jelent az, hogy ők, hogy valaki kiesik a kapcsolatból? Bence, milyen jó, ezért aludt. Mindeközben nem érezzük pontosan azt a hatalmas igényt,
connect to the goal. Hogy valóban a célra tudjunk kapcsolódni. Their connection is a kapcsolat such that az doesn't necessarily bring nem szükségszerűen viszi bennünket el a gonosznak a feltárulásához. Tehát látotok kell, hogy József története például mit jelentett. Tehát nyilván teljesen világosnak kell látni, hogy hogy lehet ezt lefordítani a mi állapotunkra? A Józsefnak a minősége, amely a Yesod, az alap, ami a legközelebbi, legerősebb minőségünk, amely minden más minőséget konszolidál, amely ellentétes megszerzés erője. Hogyan tudunk az alapok nélkül, hogyan tudnánk kapcsolódni? Nyilván ők is kapcsolódtak mindenféle irányság nélkül. Tehát a Yesod az emberben az alap, az egy erős kontrasztot kell, hogy mutasson más minőségekkel szemben. Akár elutasítást is, és akkor hogyha nem kell, hogy a kapcsolat ellentétét érezzük, az elutasítást, akkor, akkor valami nem jó, de ha érezzük az elutasítást, akkor pontosan az elutáson keresztül, mert ez a Yesod, amikor a Yesod összekapcsolódik az alapok a Malchuttal, a királysággal bennünk, akkor kezdik el felfedezni a kapnakarásnak az hatalmas előnyét, amit a Teremtő mutat nekünk azáltal, hogy ezt felfedezhessük, mert akkor az abból a tényben, hogy nincs más mód, nincs más út, hiszen a legfontosabb komponenset, ami az élet értelmének a felfedezéshez kell, nem találjuk meg másban, mint a kapcsolatban. Tehát elkezdjük érezni ezt a fajta periódust. Akkor visszatérnek barátok hozzánk, kapcsolódnak hozzánk, újra kapcsolódnak. Tehát jelenségek indulnak meg, amelyen keresztül felfedezhetjük. De csak nem akarok senkit összezavarni ezzel. Tehát nek, amire szükségünk van, az a kapcsolat. Ezért nem kell minden egyes lépést kommentálni, mert egyszerűen, ha a kapcsolat irányába haladunk, akkor felfedezzük minden egyes állapotát ennek a dolognak, minden egyes lépésnek, az összes történésének, amire a Tóra szól. That are between the words. A szavak közötti kapcsolatnak is, hát mennyi kommentár született a Tóra könyveiről. Mert mindenki keresztül menni a Tórán, megvan a saját magyarázata erre, és hozzátesz a magyarázatot. Tehát nekünk a saját Tóránkat kell megírni, a saját magyarázatunkat mindenkinek. Értitek? Mi ez a cselekedet, hogy kérni a barátnak, a testvérnek? Mit jelent ez? That inclination for connection. A kapcsolati szándék. A probléma mindig az, hogy mindig önmagunkból tekintünk ki, és látunk mindent. Tehát can't connect without mixing our ego into it. Hogyha elkezdünk belekeverni az egót a kapcsolatba, akkor nincs kapcsolat. Tehát az emberek elkezdik tanulni a Kabbala bölcsességét, először nincs problémájuk azzal, hogy leüljenek és a kapcsolatról beszéljenek, szép szavakat használnak, vannak emberek, akik úgy beszélnek erről, de amikor az alkalmazására kerül a sor a kapcsolatnak, akkor az emberek többsége rájön, hogy képtelen megtenni. Hát mi József bennünk, ugye a Yesod, hogy ugyan össze vagyunk kapcsolódva,
And this is what you ide el kell fogadnunk a kölcsönös célt, tehát ez az, amiről József beszél. Tehát, hogy mielőtt elkezdődne a kapcsolat, én vagyok a legfontosabb dolog, nem a másik. És nyilvánvalóan ezzel a másik még nem ért egyet, mert önmaga számára meg ő a fontos. Tehát, amikor belekeverjük az egónkat ebbe az egész játékba, kezdődik a nehéz játék, ahol valóban önátadásban kell lenni, és ezek a minőségek, amelyek Jákob fiai bennünk, ezek valóban mindannyian a Malkut vaskosságához kapcsolódnak, amelyek egyre jobban feltárul. Tehát, hogy érezzük, hogy a kapcsolat a vaskossággal az kiegészti mindezt, és az embernek éreznie kell, hogy nehéz ezt hozzáadni bármit. Tehát az embernek éreznie kell ezt a vaskosságot, hogy a eszed búr a tiferet necahod, tehát minden új hozzáadás az távol van az egyik a másiktól. Tehát vannak testvérek, de mindenkinek megvan a saját családja, a saját útja, módja, gyerek. És ezért bármilyen furcsa, mindenki távol van a többitől. Tehát nem az, hogy mindenki ugyanattól a papától meg a mamától született. Nyilvánvalóan, amikor darabokra estünk, akkor hogy tudunk egymáshoz közelebb kerülünk, ezért nem értünk egyet a bennünk lévő Józseffel, mert József azt mondja nekünk, hogy a kapcsolatnak van egy pontja, amelyik a célhoz kapcsolódik, az ember élet céljához. És ez az igazán fontos. Tehát ez nem automatikus, szó sincs erről. Tehát annak érdeke, hogy elkezdünk összekapcsolódni egyfelől, József overpowers them, becoming the tehát József az a valóban a fáraónak a helyettesé válik Egyiptomban, másfelől pedig ugye mindenki még mindig éhes, mert a megszerzési vágyak állandóan üresek maradnak, ugye ez jelenti az állandó, ez jelenti az éhséget. Rav. Miért nem Egyiptomban kaptunk meg a Tórát? Ahol össze voltunk kapcsolódva. Hogyan tudnám megszerezni a Tórát Egyiptomban, mondja Rav? Amikor az egódban van, ha hogy hallanád meg? Ha nem hallanád meg, nem látnád meg? Hát minden le van blokkolva benned. Az egódban. Oké, na de Izraelben Egyiptom össze volt kapcsolódva, nem? Én nem, lehet, hogy nem tudták, hogy szolgált, de mégis volt egy hely, össze volt a kapcsolódva. Ez egy nagyon fejlődő területen éltek. Rav, ha te megkapod a bőséget, a te egód felett, a sefát, akkor nem akarod elhagyni. Az egó megkapnád, nem hagynád el az egót. Miért lépnék ki belőle? Emberek, akik belépnek a spiritualitásba, azok két feltétel érkeznek oda, vagy rosszul érzik magukat a fizikai létükben, így vezeti el őket a teremtő a spirituális útra, elvesztik a vagyonukat. Az egész világon ez történik most egyébként általánosságban. Vagy el vannak merül vagyon a jóban, de elvesztik azt, hogy érdekelje ez őket. Tehát nem érdekli többet ez, mert már mindenük megvan. Nincsen, nem ad neki semmit. Tehát akkor mindenre megvan, semmilyen nincs. A szívben lévő pont ugyanis, amelyik igazából elkezdi követelni a saját részét. Ebből a két irányból érkezel, tehát vagy elveszted a fizikai dolgaidat, vagy pedig annyira hiányzik a spiritualitás, hogy megőrülsz. Tehát akinek mindene megvan, aki egyetemben van, annak nincs szüksége semmire. A Mózes pont fel kell, hogy ébredjen az emberben. Oké, de Izrael, mikor Egyiptomban volt, akkor volt szívben lévő pontja aktív? Vagy egy rejtett volt, hogy mi volt? Vagy nem volt? Jákob
Nak volt szívbelévő pontja Egyiptomban. József, amikor Egyiptomban volt, volt Áron, Mózes, igen, természetesen. Miriam és másoknak volt. Persze. Oké. Tehát a Tóra az egy kézikönyv a reformáló fény megszerzésére, ez a Tóra maga. Tehát ezen belül, így van, benne van a reformáló fény, hogy lehet ezt kivenni belőle, hogy lehet ezt megváltani. Így van, fokozatosan. Fokozatosan, uram, mondja Amnonnak Raf. Tehát nyilvánvalóan lépéseket kell tenni, hogy fejleszteni tud az egódat, hogy a Tóra által elkezd kifejleszteni mindent. A Tóra mondja el neked, hogy amit gondolsz, az jó, de mégis kárt okoz neked. Mert az egód növekszik, és neked a legnagyobb vaskosságig kell felnőnöd a belső fáraónak, egyet kell, hogy érts vele, vele kell, hogy emelkedj, és ezért nevezzük, hogy Egyiptom gyermeke, és sokosodtak Izraelben, hogy hát Izrael gyermeke Egyiptomban, bocsánat, és az egójuk nagy volt, minden jó, tűnt. Mit kellene a Tórával foglalatoskodni? Nem kellett megmenteni senkit semmitől. Mert először meg kell érteni a hatalmas egoista vágyat, ami az embert lerántja a mélységbe, és ettől kell megmenteni. Hát mitől menteni meg magadat? Hát nem tudsz még kérni sem, mert nem tudod, hogy miért lenne az jó neked. Oké. Okay. Na, de nekem van a tízes köröm, abban azért mégiscsak jobban el vagyok. Tehát a tízes körben most valóban elkezdtünk dolgozni, a kérdés csak az, hogy hogyan tudunk mindenhez visszatérni. Hamarosan meglátjuk, mondja Rav, hogy mennyi minden hiányzik még ahhoz, hogy valóban elérjünk a Tórát. De senki nincs ám itt ma, aki megvédene bennünket azoktól a cselekedetektől, amely a Tóra összes, amely a Tóra összes része szól. Tehát a Tórát valóban úgy kell nézni, mint egy kézikönyvet, instrukciókkal. Tehát írva van, hogy ha meg tudod tenni, tedd meg. Tehát amire csak tudod, neked ki kell lépned Egyiptomból. Tehát a Tórának a megszerzése, ez... Látnod kell, hogy egy csomó dolog nem működik azért, mert még nem feleltél meg az első feltételnek a Tóra megszerzéséhez. Ehhez pedig össze kell kapcsolódod Arvudban, kölcsönös kapcsolatban, és ez az igazi kapcsolat, ez egy feltétel, amin keresztül megszerezed a Tórát. Ha akarod, ha követeled a tízes körben egy emberként egy szívvel, akkor a Tóra befolyásolni fog téged. Olyan mértékben, amilyen mértékben meg tudod valósítani a kapcsolatot. Tehát nyilvánvalóan a kapcsolat, ha létezik, akkor mindenkit befolyásolni fog ez. Ha nem, akkor nem fog. Tehát nyilvánvalóan akkor ellentétes módon befolyásol téged, ami történik. Hogy fel fogod fedezni, hogy nem tart a kapcsolatod, ez is jó, mert ez a gonosz feltárulása egyébként, csak ez egy hosszabb út, meg bonyolultabb. Vlad, az orvost kérdező, hogy akarsz-e valamit kérdezni? Tehát hogyan lehet ábrázolni ezt a folyamatot, hogy a tízes hogyan válik egy emberként egy szívvel? Igen. Tehát van 10 ember, aki kül egy asztal körül, és eldönt, hogy össze kell kapcsolódni, annak kérem, hogy örömet okozzanak egy emberként egy szívvel egymásnak. De hogy történik ez meg? Ez az, amit neked magadnak kell ábrázolni magadba. Ez egy nagyon komoly kérdés a workshopon, ugye? Ez első kérdés, aztán persze sok más kérdés következik, amit föl kell tennünk, hogy hogyan befolyásol bennünket a tízes körben a munka, hogyan tudjuk önmagunkkal, hogyan lehetünk egy adott tízes kör befolyására érzékenyek, dolgoznak értünk, egy egyedi módon történik ez, de ez érzékenyek kell lenni. Tehát az érzékenységünket kell felemelni, hogy azt a hullámhoz kell kitalálnunk, azt a frekvenciát, hogy azt a képet, amit kommunikálnak felénk, a kapcsolatról meg tudjuk ragadni. Mi volt a kérdésed? Kérdezés? Ismertem a kérdésedet? Hogyan
Lehet az, hogy 10 ember vagy asztal körül. Azt mondják, hogy nekünk össze kell kapcsolódni annak érdekében, hogy örömet okozzunk a Teremtőnek. Hogyan válnak ezek egy emberként egy szívvel összekapcsolták? Mindenkinek megvan a maga héja, a kagylóhéja a szíve felett, amit le kell rántani annak érdekében, hogy össze tudjon kapcsolódni többiekkel. Tehát cselekedetek kell végrehajtani mindenek előtt. Ébresz föl a szomszédot, aki melletted ül és alszik. Mondja rá, hogy érezzük, hogy valóban mindenki elkezdi meghámozni a szívét. Annak érdekében, hogy össze tudjátok kapcsolódni, ébresztétek fel egymást. Hogy tudjuk ezt megtenni? Ezt kezdjétek el egymásnak elmagyarázni. Na, hogy elnézem, és workshopon amúgy elaludni az elalvás ellen. Tehát meghámozni a szívünket, először azt kell mondja Roy, hogy valóban ébresztjük fel a cél fontosságát, az igényt egymásra, hogy valóban megkapjuk a benyomásokat, az erőt, ahol nem csak a hármas, tízes kör érezze, amit érez, hanem a kapcsolattal, a Tel Aviv-i csoporttal, a New York-i csoporttal. Tehát érezzük a kapcsolatnak az erejét más tízes körökkel. Hogyan hámozzuk meg a szívünket, mondja Jakobka. Ne önmaga szívét próbáljátok meghámozni mindenkit, hanem a másodnak segítsetek ebben. Tehát Jakobka, meghámozni a szívet, ez egy olyan cselekedet, ami a fény segítsége történhet csak meg, ahol valóban feladunk mindent az életünkben annak érdekében, hogy a barátokhoz tudjunk kapcsolódni. És újra és újra nekifutunk annak, hogy a fény hámozza meg a szívünket, és ez pedig azért történik, meg összekapcsolódunk a barátunkhoz. Tehát mindenkinek készen kell állni arra, hogy elnyerje a barátságot, a csoportot, és annak a mélységét, mert akkor lehet érezni, hogy én valóban még nem szereztem meg mindent, ami körül engem, még nem vagyok nyitott a környezetben való belépésre, tehát ilyen módon nem vagyok képes, hogy ezt mind elnyerjem a barátoktól. A nagy titok az a nagyszerűségnek a megszerzése, amikor az ember érzi a fontosságát, a spirituális útnak, és ez folyamatosan megadja az adakozás minőségét, hogy ez egyre erőteljesebb eszköz az ember szemében, amely a csoport, és akkor a csoportnak a tízes körnek kell igazán fontosnak, mert az ember minél jobban növeli a cél fontosságát, akkor így alakul ki a képesség, hogy a szívek kapcsolatán keresztül egy szövetséget köszön a többiekkel. Tehát amikor megérkezünk egy ilyen kapcsolatban, mondja Eretz, tehát hogy érezzük azt, hogy valójában nem kell feladnunk semmit, hanem egy új valóságot kell megszereznünk, Rav. Lehet, hogy a szívnek a kapcsolata az, ami segít nekünk összekapcsolódni, és lehet, hogy ez egy nagyobb integráció szükségese, hogy valóban be tudjunk lépni egymásba. Mit gondoltok? Talán ezen a módon? Amikor kölcsönös módon belépünk egymásba, ugye itt a vágyról beszélünk, hogy van-e vágyunk a Teremtőre akkora, hogy először valóban megértsük, hogy egyesülünk el minden három, egyetlen kölcsönös vágyba kell összeolvadni. Mit jelent ez? Tehát vannak vágyak, amik a Teremtőre irányulnak, melyek nagyon belsődleges vágyak. Én nem is tudom, hogy hogyan
kell, hogy a vágyamat a Teremtőre irányozzam, mert mindenkinek megvan a szívbelevő pontja, hogyan kell összekapcsolódni másokkal, hogy együtt szó szerint egyé váljunk, hogy elfogadhassuk mindezt, hogy elfogadjuk mindezt a Teremtővel kapcsolat érdekében. Tehát hogyan kell a saját irányosságomat, a Teremtőre való irányosságomat összekapcsolnom a barátokra való irányossággal a tízes körben rajta. Tehát nyilvánvalóan nekem meg kell szereznem a barát szívét, meg kell rabolnom, hogy meghámozzam. Tehát a Teremtő nagyszerű és elrejtett, Ralf pedig nyilvánvalóan a szinten van. Tehát, hogy a nagyszerűség, a barát nagyszerűsége az, amit érezni kell egymás irányába. Tehát ugyanazon a szinten kell mindenkinek megragadni a vágyat, meghámozni a saját szívét, hogy a barát pontosan ezért, akinek ugyanaz a vágya, mint nekem, ő érte, mert ezek én pedig érte, hogy valóban mind a kettőnek a szíve meglegyen ilyen értelemben hámozva, hogy elkezdjük egymást megtanítani arra, hogy segítünk egyben egymásnak. Még hogyha mindenki szándéka az is, még ha egyformán szándékunk is, de különböző nézőpontokból is vizsgáljuk mindezt, nagyon egyediekből, el kell jutnunk az a ponthoz, hogyha szeretünk valakit, akkor a felé való irányultságunk az valóban abban nyilván meg, hogy részünknek érezzük őt. Tehát ez is csak egy növekvő kapcsolatot teremt, ugyanerre a dolgom, amit szó. Tehát nekünk abban a helyzetben kell kerülnünk, hogy mindenféle számítás nélkül legyünk képesek elfogadni a barátot a tízes körben, és így kezdődjön el valami, ahol valóban érezzük a közelséget és az erőt. A szív meghámozása az azt jelenti, hogy nekem végre kell hajtanom mindenféle interferencia nélkül, tehát fel kell készülnöm arra, hogy megtaláljuk a kapcsolatot. És ha megvan ez a kapcsolat, akkor valóban egy kölcsönös felszín alakul ki, amin keresztül felfedezhetjük a Teremtőt. Tehát ez két különböző cselekedet ugyan, mert elraboljuk a barátnak a szívét, ahol megragadjuk, egy irányba visszük, és hogy ezáltal minden vizsgálatot az ő vágyuk szempontjából kezdünk meg. Minden egyes barátnak a vágya, hogy a Teremtő nagyszerűséggel irányuljon, tehát hogy ez nem történt meg magától, tehát minden más vágyhoz kell kapcsolódni, és nyilván a Teremtő nagyszerűsége az mindenkiben a tízes körben jelenik meg. Tehát aki érdekében, hogy mi bekapjuk a benyomásokat, nekünk egy másik lehetőséget is kell kapnunk, hogy valóban megkapjuk például a benyomásokat abban, amit mondjuk a hármas tízes kör munkája alapján meg kell kapnunk, amit felénk fordít. Tehát nekünk össze kell kapcsolódnunk, és egy inspirációt kell adnunk egymásnak, hogy értsünk pontosan, mi történik. Tehát én nagyon inspirált voltam ma reggel, kaptam erőt a többiektől, mondjak a kisrát. És én azt gondolom, hogy elraboljuk egymás szívét, az két dolog kell, egyrészt. Biztosan kell lennünk abban, hogy nekünk meg kell, hogy jelenjen az a vágyunk, hogy egy árvotot hozzunk létre egymás között, hogy mindenki érezhesse, kivonhassa ezt a rejtett belső erőt, amit Rab szépen leírt, hogy valóban ez az erő az, ami nem más, mint a Teremtő és a köztem lévő kapcsolat. Ez egy feladat, ami nagyon személy, köztem és a Teremtő között, azonban nem tudjuk másképp kifejeződni, mint a barátokkal való együttműködésben. Talán érdekes lehetne a számunkra, mondja, hogy egy olyan állapotot ábrázoljunk, amin keresztül a barát szívét megláthatjuk, és egy új irányt adhatunk a Teremtő felé, tehát hogy valóban elérjük ezen keresztül a Teremtővel való kapcsolatot egészen addig,
amíg mindenki mindenkivel valamilyen módon integrációban van, és akkor belép az egyik a másik kilencbe, és akkor a másik kilenc ebbe, stb. Tehát ez egész addig folytatódik, amíg egyáltalán a kölcsönös kapcsolatban mi magunk válunk a teremtővé. Ezen a módon a barátok szíve az barát szándékán keresztül kölcsönös vágyjá válik. Tehát próbálj meg elképzelni, mondja Ralf, hogy a barátokon keresztül, a barát vágyán keresztül, a vele való integrációban, abban, hogy belefogadom magam, tehát semmi másra nincs szó, mint hogy ezen keresztül én el akarom élni a teremtőt. Ezt a képet beszéljétek meg. Tehát mindenkinek egy teljesen világos, érezni kell a barát szívét, érezni kell a teremtőre irányuló szándékát, és ebbe kell belépni, hogy valóban ezen belül legyünk, és ez valóban a teremtő felé mozdít el bennünket. Nincs más mód. Különben soha nem érünk el semmit. Csak és kizárólag a barátok előtt való lenullázódás által, azzal, hogy bele vagyunk foglaltatva egymás vágyába. Na, ezt próbáljuk megábrázolni. Tehát ez az, amikor az ember átmegy ilyen pszichológiai váltáson, és belép a barátnak a belső vágyába, és valóban egy másik baráttal akar összekapcsolódni. Ez egyfajta kép, amit nekünk meg kell tartanunk önmagunk előtt, hogy valóban a barát vágyába kell belépni, úgy kell összekapcsolódni vele, amire csak lehet, hogy egyetlen összeolvadásban legyünk. Mit jelent az, hogy belépjünk a barát vágyába? Mindenek előtt nekünk meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, hogy elengedjük az ő külső személyiségjegyeit, és valóban előfizetést tegyünk arra, hogy a barát spirituális vágyát érezzük. Nyilvánvalóan ez egy új fókusz jelent a szavaira és az ő gondolataira való fókuszban, és hogyha én növelem ezt minden más dolog felett, amely eltávolítana tőle, akkor tudok megteremteni egy integrációt vele, mert akkor ez fontos lesz az én szememben. Még egyszer, szisztematikus módon viszonylag egyszerű megragadni ezt a képet, ez egy tök ellentétes a mi világunkkal, hiszen mindenki csak önmagával foglalkozik, meg azokkal, akik látszólag közel vannak hozzá. Tehát én teszek másokért, megértem, tehát ez nem egyszerű, de szisztematikus módon ez viszonylag világos, ami történik. Tehát nekem meg kell ragadni a vágyakat, és nekünk ez kell, hogy értékes legyen, és így jutunk el a barát nagyszerűségnek a fontossága. Aztán mondjuk tegnap a hármas kör megérintette a szívemet, és elkezdtem érezni, hogy segítségért sírok feléjük, és nekem azt kell éreznem, hogy a teremtőt kell kérni, hogy segíteni, hiszen senki más nem tud segíteni. Tehát ez nagyon különleges dolog az, hogy a barátokon keresztül kapják a teremtő segítséget. Tehát mindenki tegye le a vágyát az asztalra, hogy mindenki más érezhesse. Így kezdődik a mannak az emelése, mondja Eretz, hogy kis fordulót kell végrehajtani. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy te a baráttal törődsz, meg veled. Nem, csak te törődsz a baráttal, erre kell fókuszálni.
és így leszel Forma 1-esben a teremtővel. Tehát a teremtő azt akar, csak a másikkal foglalkozni. Így nyilvánvalóan, hogy elég az ő vágyát, nekem be kell lépnem, mondja a kökösrác. Egyfajta forradalmi érzületbe. A dolognak a lényeg, hogy kilépek a saját személyes edényémből, hogy ére, amiben ezt a világot érzékelem, és a barát egyébe kell belépnem, hogy számomra a spiritualitás, és ez a hatalmas változás, amely annak érdekében történik, hogy megkapjam a fontosságot. Tehát mondjuk a tegnapi 10-es kör, mindenki érezte, hogy letették a szívüket az asztalra, és ez adja meg azt a képességet, ha valóban érezhetjük, hogy teljes önátadással fordulnak feleink. Tehát egyszerűen meg kell ragadnunk a saját benyomásainkat, erőt kell adni egymásnak, és akkor az ember megérte, hogy csak akkor tud előreadni, de valóban erőfeszítést tesz azért, hogy ebben a folyamatban legyen. Tehát minden a hozzáállásunktól függ. Tehát, következő. Ez a folyamat egy számítással kezdődik, amely kapnakaráson túllép az egónkon is, és ez rosszabb, mint a halál, mert ez egy olyan állapotba rak bennünket, ahol valóban érezhetünk, hogy hogy tudunk kilépni ebből az állapotunkból. Mindent másokba kell befektetni, így kapjuk meg az eredményt, és ez az a hely, ahol valóban megmenekülhetünk, mert az adja meg a képességünk arra, hogy lenullázzuk magunkat időről időre, hogy a fényt hagyjuk, hogy dolgozzon rajtunk, hogy valóban kiderüljön, hogy csak így tudunk egymás felé fordulni, hogyha készen állunk mindennek a megszerzésére egymástól, mert ezt nem tudjuk, ezt a belső fordulatot megtenni, ha nem világos a számunkra, hogy miből lesz ez erő. Tehát tegnap a kettes kör valóban megadta ezt az életet nekünk, a húsunkon éreztünk, hogy mi menne keresztül a saját belső világunkban, és ez a különbség, hogy itt nagyon sok cselekedet történik, ami ezt tárja föl. Tehát nekünk ezt úgy kell látnunk kell, hogy mennyire tudunk áttörni ehhez. Föl kell fedeznünk azt, hogy hogyan fedezünk föl a barátnak a vágyát a teremtőre. Rav. Hogyan tudjuk önmagunk számára ábrázolni ezt az egységes közös edényt? Az integrációt, az arvutot. Az, hogy egy emberként egy szívvel kapcsolódunk össze. Tehát hogyan tudunk ezt önmagunk számára ábrázolni? Egy emberként egy szívvel, integrációban, arvutban. That is the condition for receiving the. Hát ez a Tóra megszerzésének az alapfeltétele. Hát ezt legalább el kell akarnunk kérni. Különben nem tudjuk magunknak ábrázolni, hogy milyen valódi állapotot szeretnénk. De még egyszer, a reformáló fény az ennek ellenében van. Ezt helyes módon kell felépítenünk. Hogyan tudjuk ábrázolni ezt az edényt, az árvutot, a ködös szívet, mi ez? Adjatok nekem erről egy leírást. Én azt gondolom, hogy a legjobb ábrázolása ennek az emberi test hogyan működik, hogy a pillanatnyi szintnek megfelelően minden szerv hogyan kerül ki azt, hogy csak életet adjon a többinek a velük való kapcsolattal, hogy egy rendszerben vagyunk, amely egy magasabb rendű erőt ad, és akkor ez az a hely, amelyben valóban magunk is beöltözünk. 10 barát összekapcsolódik, mindenki a Tórát tanulja, mindenki önátadásban van, és mindenki a barátnak a vágyához kapcsolódik, és így kezdheti érezni, hogy még az új lenyomatok is egyenlővé válik. A Kabbala bölcsességében a szeres felábarát, mint önmagad, a legfontosabb parancsolat, tehát nincs szükségünk semmi többre. Tehát ahogy magamat érzem, hogy magamat szeretem, hogy a saját vágyamat érzem, és szeretem,
ahogy valóban azt akarom kielégíteni. Egy edény van, egy test van, kölcsönösen itt kell ábrázolni magunkat a tízes körön keresztül. Nyilvánvalóan az egész világcsoportnak ezt kell érezni, ez az, hogy érezzük a spiritualitásra való vágyunkat. Tehát nekem ezt kell megragadnom, az egész életemet, az egész lényegiséget ehhez a ponthoz kell kapcsolni. Arra van szükségünk, hogy egy hiány teremtsünk ebből az edényből, ami az árvodnak az edény, hogy valóban egyemeket szívvel kapcsolunk össze. Nekünk erre a helyre kell sovárogni. És hogyha mi valóban azt érezzük, hogy mindenki ezt a helyet akarja érzékelni, nekünk növelni kell ezt a hiányt, nekünk azt kell látnunk, hogy a reformáló fény ilyen módon kapcsolódik össze, ez korrigál bennünket, és ez a mi szerepünk, hogy az erre irányuló hiányt növeljük. Tehát amikor 10 ember együtt ül, akkor mindenki mindenkiért dolgozik. Tehát az egész tízes kör így dolgozik mindenkiért. Ez így lesz egy test, egy lélek, így érik el a kívánatos szintjét a kapcsolatnak és a teremtő megszerzésének. Akkor kialakul egy ima, amely valóban a hiányból indul, amikor valóban ez az, amit nekünk éreznünk kell, ez az, ahol látnunk kell, hogy egy integrációban vagyunk az árvút irányába, a kölcsönös balance irányába. Én azt gondolom, hogy az ábrázolás, amit Rav mondott, amikor mindannyian eljutunk a teremtőhöz és a barátok szívéhez, ez a kezdet ennek a folyamatnak. Ez az, ami egyetlen edény olvaszt össze bennünket, és így kell kilépnünk a barát szívébe, és akkor az egyik szívtől a másikig, aztán újra a másik, aztán újra a másikig, ahol minden egyes barát érzi a spirituális edénynek a megteremtését, és ki fog derülni, hogy mindenki a barátnak kér. Mindenki a saját hiányát próbálja meg kiterjeszteni, és ezen keresztül így alakul ki az, hogy mindenki másnak tud kérni. Tehát ugye azt mondja, hogy a sokasságot kell érznünk önmagunk helyett. Tehát annak érdekében, hogy lenullázzam magam, szintén ugye ezt kell tennem. Tehát lehet, hogy ha nincs benyomásom túl sok embertől, csak egy-kettőtől, akkor nehéz lenullázódni. De próbálj meg, hogy tényleg, hogy egy barátunk van. Mit jelent az, hogy én integrálok az ő szívébe, ő meg az enyémbe? Mit jelent ez? Tehát nyilván a szív az a vágy. Tehát miért mondjuk azt, hogy én kizárólag az ő spirituális sikerére tudok gondolni? Mit jelent ez, mondja Rav? Tehát hogyan kapcsolódok ő hozzá? Az ő tendenciáját, az ő irányultságához kapcsolódok. Tehát én belépek az ő szívébe, ami azt jelenti, hogy én az ő erőfeszítést támogatom a teremtő elérésében, az összes erőmmel. Mert ez az én egyetlen célom, tehát semmi más célom nincs. Én kizárólag erre gondolok. Mi lesz az én sikerem? Az, hogy ő sikeresé válik ebben. Tehát én őt támogatom, én egy nulla vagyok, nem foglalkozom vele. Tehát én lenullázom magam, nem is létezem. Halljátok, mondja rám? Tehát az én hozzáállásom a baráthoz az, hogy én 100%-osan, nem 99%-osan, 100%-osan őt támogatom, hogy kapcsolatot jöntem a teremtővel, én egy nulla vagyok, én nem létezem. Én minden erőmet odaadom, minden energiámat, amin csak van. Na ezt írjátok le, ábrázoljatok. Beszéljetek erről. Ezt nevezzük úgy, hogy integrálódás a barát szívébe. Hát egyre nagyobb erőfeszítést kell tenni, hogy a vágy az adakozásra
az megjelenjen bennünk is, élővé váljon, és a másikban is. Ez pedig az adakozás iránya, az nem lehet az, hogy én. Mert valaminek léteznie kell, valami élővé válik, amivel a fény játszani tud. Tehát a kapcsolat nem lehet rám irányulva, tehát a barátról van itt szó. Tehát én valóban az adakozás minőséget akarom felfedezni benne, valóban benne. Egy másodperc türelem. Yes, is a mashal kaze sipur, like an allegory of the two that wanted to marry the king's daughter, and the king told them, whoever solves this problem gets my daughter, and he told them, you have to come prepared for a horse race. They were like two princes, and he told them, itt vagyok. Whoever loses, tehát gets my daughter. And egy történet mesél a srác, ami, aki meg akarta szerezni a királylány kezét, annak, mindegy, ezt most lekésed a történet, nem tudom, hogy folytatni, nem értem, de so, if we change horses, we can still. Tehát tedd meg a legtöbbet, mint jó lovas, de a barátnak a lová lovagol. Tehát nyilvánvalóan ez fog téged megfordítani. What we need to do. To take the friend's desire. Tehát nyilvánvalóan ez a maximális fordulat jelenti a barátnak a... Tehát, hogy folytassuk az allegóriát, tehát emlékeznünk kell, hogy nekünk a közösség felé kell fordulni, az ő hiányukat valóban egy szukává tudjuk változtatni, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Tehát ez egy probléma. Tehát... Tehát nyilván, ha a barátról gondolunk, akkor valóban a gonoszt kell felismernünk, és látnunk kell, hogy mit kell korrigálnunk, különben nincs miért kinyitni a könyveket sem. Tehát a teljes probléma ezen van. Tehát valóban nehéz, hogy hogyan tudunk közel kerülni egymáshoz, mivel ez mutatja meg nekünk az igazat. És az összes követelést, amelynek alá kell vetni magunkat, tehát hogyan tudjuk lenullázni magunkat egyre jobban. A teremtő az óriási és hatalmas hozzánk képest, és nekünk mindenféle módon át kell adni ennek az érzésnek. Nem szabad elfelejteni, mondja Kukzsát, hogy valóban emlékeznünk kell arra, hogy egy hatalmas teremtőnk van, amelyek a közösségben nyilvánul meg. Tehát nekünk egy erős véleményt kell megszereznünk, ami felébred bennünk. Tehát nekünk mindenféle gondolattal kell megérkeznünk a közösségbe. Ez a munkának a teljessége, Rav. Ki fog derülni, mondja Rav, hogyha én beöltözöm a barátba, akkor miben segít nekem a barát? Először is lenullázom magam. És a barátba beöltöz azt jelenti, hogy amikor lenulláztam magam, akkor az én lenullázásom az ő felé maga a teremtő. Tehát az én nullásságom, semmisége az ő teremtővel való megérintése, és ez már maga a spiritualitás. Tehát ráöltözöm a barátomra, lenullázom magam annak érdekében, hogy minden erőt odaadjak neki, hogy ő sikeressé váljon. Az én sikerem az ő sikere. Én nem is létezem. Én csak őt támogatom, őt segítem, és akkor ki fog derülni, hogy a barátom keresztül az én lenullázásom a teremtővé válik.
I'm annulling myself, my zero, and this is my spiritual. Ez az én igazi spiritualitásom. Ez az én spiritás edényem. Az én spiritásom az ebből a lenullázási pontból kezdődik. Tehát mit is teszek? A barátom keresztül lenullázom magam, és el akarom érni ezek ezt a spiritás edényemet, azaz. Én az egyik világtól a másik felé mozdulok el, a tű fokán keresztül. Don't understand this picture? Értitek ezt a képet? It's not clear. Nem világos, mondja róla a zenész. Mi az én nullásságom? És miért mi hozza meg a teremtőt? A lenullázódásom, mondja róla, hogy fölemegettem az egómnak. És akkor elkezdek fejlődni a lenullázás után. A lenullázódás az egy határátlépés jelent. Elhagyom ezt a világot, és így elkezdem felfedezni a lenullázásom keresztül, hogy átléptem egy falon. Nincs a falon luk. A falon keresztül az a lenullázásra vezetett. Amikor azt akarom, amikor rájövök, hogy nem akarok átvinni semmit a falon. Abban a pillanatban léptem át. És a fizika is ezzel a jelenséggel számol. Mert akkor a fal túloldalán az én nullám átmegy, és akkor az útnak a folytatása ott kezdődik, ahol az adakozásnak megszerzem az erejét. Tehát megszerzési vágyban vagyok, elérem a falat, lenullázódok a barát előtt, áthaladok a falon a saját semmimmel, és folytatom a munkát, de az adakozás erejével egészen a kollekció végéig. Ez világos, amit ön mond, de az erőfeszítésem, hogy erőt tudjak adni a barátomnak, mi ez az erőfeszítés? Ez engem nulláz le, őt nullázza le, tehát amilyen mértékben én őt támogatom, csak őt, és az én sikerem az ő sikerében fejeződik ki, amilyen mértékben én felfedezhetem, hogy az én erőm a teremtővel szemben hogy nyilvánul meg, hogy csak ő ki fog derülni, hogy az én barátom segít nekem lenullázódni. Tehát az én számomra ő egy eszköz, amelyen keresztül elvesztetem önmagamat, eltűnhetek, megszökhetek magam előtt. Tehát valóban úgy érzem magam, hogy eltűntem minden erőmmel. Csak a barát felé fordulok. Tehát nyilván kell van. Tehát ha van egy autó, van egy erős motorja az autónak, akkor folyamatosan ehhez az erőhöz akarok kapcsolódni, hogy gyorsabban adjak előre. Annak érdekében, hogy elérjem a spiritualitást. Ezt a motort a baráttól szerzem meg. És nekem a lenullázódást kell elérnem, ő pedig eléri a spiritualitást ezáltal. De hol van a fókuszon? Rajta van? Rajta van a fókuszon? Tehát nem a saját lenullázódásom, még arra sem gondolom. Nem. Nem, az egy eredmény lenullázottál. Rajta. Csak a barátra figyelsz. Tehát ki fog derülni, hogy én oda kapcsolódom, lenullázom magam. A lenullázásomon keresztül elérem a teremtőt, mivel én nullává válok, és akkor elkezdődik a spirituális fejlődésem, a barát ugyanezt csinálja velem, és akkor ki fog derülni, hogy egy emberként egy szívvel kapcsolódunk össze, és elértük a spiritualitást. És a spiritualitásban már csak egy dolog létezik. A felső fény megjelenik. Mit jelent az, hogy egy? A teremtő és én összekapcsolódunk. We cannot depict it to ourselves in that way yet, but there we're all. Tehát még nem látjuk magunkat egy ilyen így, de minden is vagyunk kapcsolva. Tehát ebben az ábrázolásban hogyan kell lenullázni önmagunkat a baráton keresztül, egészen addig, amíg nulla nem lesz minden. Tehát amíg át nem lépjük a maximumot, a falat, amelyet maximumnak nevezünk, és akkor tudjuk fordítani az utat, mégpedig az adakozás edényeinek a megszerzésén keresztül. By acquiring a vessel of bestowal.
Well, talk about it. Na, beszéltek erről. Start from the first part. There's an attempt to pray for the friend that the light that reforms will work on him during the workshop. Tehát nyilvánvalóan, te még egyszer mondjad, hogy a baráton keresztül comes to self-annulment till zero. Lenullázodom a nulláig teljesen. I cross the maxim, I cross the wall. Átforradok a maximum. And beyond the maxim, I start developing by increasing the nyilvánvalózás erejét növelem, úgy lépek tovább. Until the wall, I annul myself. Tehát lenullázom magam, hogy elérjem a falat. I already grow in the force of bestowal. De nyilvánvalóan a fal után már csak az adakozás erejével tudok növekedni. As much as I try to pray for the friend, more and more desires awaken that makes a person go back into himself. Tehát az embernek állandóan vissza kell rakni magát abba az állapotba, hogy a fény segítsen lenullázódni a barát irányába, és akkor az ima marad csak mindegyes felébredt vágyban, hogy valóban együtt át tudjuk lépni a falat. Tehát workshopban vagyunk. Tehát az imában, közös imában összegyűjtjük az erőfeszítéseket a barátoktól, és ezen keresztül kilépünk önmagunkból, és a barátok irányába lépünk be, és fogadatosan összekapcsolódunk a fénnyel, amely valóban megédesít minden mást, és elvisz bennünket a barátok irányába. És stabilizálja az edényt is, és tegnap, és ma hallottuk, hogy valóban a tízes körben kell dolgoznunk, más tízes körökkel együtt is, és mivel tegnap megjelent a moszkvai törés bennünk, tehát valóban reméljük, hogy ezáltal eljutunk annak az érzékeléséig, hogy ez a törés által képesek mi is imát emelni értük. Tehát mielőtt elkezdtük volna a folyamatot a lenullázódásban, és imádkoztunk volna a barátokért, nekünk látni kell a célt magunk előtt, hogy ki kontrollálja az egész rendszert, és amire miért van szükségünk erre a munkára, és akkor egyfajta kapcsolatban, amikor a többiekkel megkísérhetjük a lenullázódásnak a megnyilvánulását, egész addig, amíg meg nem jelenik egy felső erő, és akkor a barátok belépnek ebbe a felső erőbe, és ugyanabban az iránynyújtságban lehetnek. Ez egy csodálatos ábrázolás. Tehát ez a mi szűrőnk. Tehát nekünk az összes vágyunkkal le kell nullázódnunk, és a szívben lévő pontunkban kell megtalálnunk azt a képességet, hogy valóban elérjük ezt, és ezen a szűrőn keresztül az egyetlen dolog, ami keresztül kell, vagy ez a lenullázódás, és a lenullázódás az eredménye a kapcsolatunknak, ez a szívnek a kapcsolata, és így lépünk be az intenzitásba, az egyre egyesebb kapcsolatba, és ezen keresztül lépítjük ki a közösségen belül azt a csodálatos erőt, amin keresztül lesz meglátjuk. És akkor valóban segítünk egymásnak ezt a szűrőt képíteni, ahol mindenki a barátnak kér, kilograms of ego off of himself. Tehát így kell fokozatosan elérnünk a sikerhez, ami mindenki le tudja nullázni magát, és ami a szűrőn keresztül hatol, az a barát tért emert ima, az igazi ima, amit a barátok éremelünk. Igen, ez erről Rabas sokat írt, tehát van a barát,
This is the device upon which I have ez az a wall behind that match. És aztán van a Forma 1-es között egy fal, a fal az pedig az ego. As Guy described earlier, it's very simple. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy elkerüljünk a spiritualitást. Mi a probléma? Tehát nekünk látni kell, hogy tehát nekünk ki kell lépnünk önmagunkból, és magunkra kell vonni a fényt annak érdekében, hogy áttörünk a falon. Tehát nyilván egyedül ezt nem tudjuk megtenni, mert a falon túlmenően kezdjük el igazán a munkát, hogy akarjuk a spiritást, de nem önmagunk számára. Nyilvánvalóan az is spiritualitás, hogyha magunknak akarjuk elérni, azonban ehhez arra van szükségünk, hogy valóban képesek legyünk túllépni ezen a falon, mert a falon túl kezdjük a munka. A falon túl talán, mondja Kökő srác, az embernek nem maga felé kell adakozni, hanem a teremtő felé. Tehát lehet, hogy a falon túl egy másik barát elkezd a teremtő felé felemelkedni. Folytatva azt, amit korábban kérdeztünk, ki fog derülni, hogy a lenulázódás, nyilván ez a én befektetésem a barátokba, tehát minél jobban elkészítjük a fontosságot, hogy valóban megjön a hiányunk, tehát hogy minden, tehát mindent ezen keresztül kell megtennünk, hogy képesek legyünk lenulázni magunkat, Rav. Mit tudnánk ajánlani azoknak, akik éppen munkában vannak? Hogyan tudnak ők értünk és nekünk és rajtunk dolgozni? Na? This a question for all the tens. Ez minden tízes kör, ez egy kérés. Tehát mit tudnánk ajánlani azoknak, akik most éppen dolgoznak, munkában vannak? Mit kell tenniük egymás között, hogy valóban tudjanak értünk tenni valamit? An opportunity to pray for the society. Ez egy lehetőség, hogy a közössége dolgozzanak. Tehát minden tízes körnek megvan lehetősége, amit felülről kap, hogy valóban a közösségét tudjon dolgozni, hogy valóban help everyone cross that wall. Tehát, hogy mindenki át tudjon hatolni ezen a falon, hogy mindenki megkapja a fényt mindenki mástól. Tehát mindenek előtt ez a munka az, hogy növeljük a belsőséget, és érezzük a fontosságot, ez a kezdet. Tehát mindenki megkapja azt, hogy érezze a fontosságot, hogy minden dolog nagyon fontos, hogy valóban elkezdődjék ez a munka a barátok vágyával, tehát különben nincs erőnk, hogy ezt megtegyük, tehát az első dolog, a másik dolog pedig, hogy a szukott önmagában, hogy ez az ünnep, ami most van, ez az az idő, amikor el kell kezdenünk. In its essence. So we have to use this. Tehát nekünk I think regardless of tehát the present ten, which is nyilvánvalóan a tízes kör, aki most éppen dolgozik, tehát ez adja meg a fontosságot, ez a legfontosabb változás, amit mindannyian érezni tudunk. It's not about the present tense. Tehát ez nem a
Piaget tízes körről szól, tehát az egész közösség ebben a folyamatban kell legyen, ezt szimulálja mindegyikünk, tehát így kell keresztül menni mindegyikünknek, mindegyikünknek tudni kell, hogy mi a szerepe a közösségben, hogy hogyan dolgozik rajtunk a tízes kör, tehát ez szimulálja a mi számunkra a leglényegesebb változásokat, hogy ezek a tízes körben történnek a változások, nem is akkor, amikor ezek éppen dolgoznak. Tehát erőfeszítést kell tennünk, a Tel Avivben, New York és a többiek is, ugye a hármas tízes kör, aki be van osztva, az teljes erőkkel támogatni kell az összes többi barátnak, hogy ezt elérhető váljon, hogy valóban felébeszük azt a hiányt, ez amiről Love beszélt minden alkalommal, hogy adjuk meg egymásnak azt a lehetőséget, hogy valóban érezzük, hogy ez mind rajtunk megy keresztül, hogy valóban tudjunk erőfeszítést tenni. Tehát, hogy valóban tudjuk ezt állandóan növelni, ez azt jelenti, hogy képesség kell válnunk arra, hogy amit Rabbi Simon tett meg a csoportjával, tehát, hogy valóban így kell elkezdenünk a saját folyamatokat, hogy valóban valóban ők kapcsolatban vannak a Teremtővel. Oké, tehát meg hogy legyen a lehetőségünk azáltal, hogy lenullázódunk egymás irányába. Tehát nem csak imádkozunk a többiekkel, ahogy akkor mondta, hanem föl kell emelni a fontosságot. Nyilvánvalóan ez a mi legfontosabb feladatunk, hogy elfogadjuk ezt, és hogy valóban értük imádkozunk, hogy ők sikeresek lehessenek. Ez a előreadás és a lenullázódás egyszerre. Hát igen, így tudjuk munkra vonni az ő cselekedeteiket, hogy megint a lehetőségünk, hogy szolgálni tudjuk a csoportot. Ez azt jelenti, hogy készen kell állnunk a csoport előtti lenullázódásra, és így kell megszereznünk az erőt, így kell felemelni azt a pontot, amiről Rav beszélt. Tehát hátulról nekünk kell nyomásra lehetni egymás, hogy képessé váljunk a lenullázódásra ilyen módon, hogy ezáltal pedig az egész közösséget inspirálni tudjuk. Tehát nyilvánvalóan ez, ugye ez a tízes kör lesz majd a Jeshiva Tagjainak a házigazdája, de a szerep az pont arra irányul, hogy felemeljük a barátoknak ugye a hiányait az egész világcsoport irányába, úgy, ahogy tegnap Tel Aviv megcsinálta, tehát hogy valóban a barátokért tudjunk imádkozni. Hát nyilván ők a házigazda, ők teremtik meg a platformját annak, ami az összes hiányt átemeli a világcsoportba. Nekünk erre kell fókuszálni. Én valóban egyet értek ezzel. Tehát ez egy új aspektus. Tehát nyilvánvalóan ez adja meg az örömet, a boldogságot, amit meg tudunk adni egymásnak. A környezet adja meg azzal a feltétellel, hogy akarja mindenki ezt a kapcsolatot, hogy valóban annak érdekében, hogy ezt érezzük, éreznünk kell a fontosságát ennek, Rav. Ha mi mindannyian támogatjuk ezt, a lenullázódást, hogy támogatjuk azt a csoportot, aki éppen dolgozik, és ezáltal felébesztjük őket a kapcsolatra, ilyen módon lenullázzuk önmagunkat az ő érdekükben,
we will obligate them. És akkor kötelezzük őket, hogy összekapcsolódjanak. És hogy ezáltal megkíséreljenek egymásba integrálódni egész addig, amíg nem jutunk el oda, hogy egy teljes csoport lenullázza magát, és akkor mindannyian elérünk egy spirituális állapotot. So all in all, tehát végső soron, we have everyone has the same work. Mindenkinek ugyanazt a munkát kell végeznie, ugyanabban az erőfeszítésben. Mindenki lenullázza magát, az egóját, és ezáltal az elutasítás részvételé emeli. He also wants to annul himself towards the. Nyilvánvalóan, akkor nekem le kell nullázódnom a teremtő irányába. So a man helps his friend. Tehát akkor az ember segíti a barátját, hogy lenullázódjon. Without us getting help from the creator. És így a teremtőtől kapunk valóban segítséget. So actually in this way. Tehát ezen a módon mi elérjük. We implementation. Annak az alkalmazását, amiről idáig beszéltünk. That isn't clear what. Ez világos? Kérdezi Rav. Két kérdés kérdezi Leor. Az első. Isn't there an external work that needs to be done? Van egy külső munka, amit itt el kell végezni? Nincs. Nincs? Semmilyen külső munka? Nincs. Nincs. Shouldn't we demand something? Kell kérnünk bármit? Még egyszer. Nem. Semmit. Only internal work. Belső munkát kell végezni. Ennyi. No external. Semmilyen külső formát nem kell egyáltalán. Each one does what he needs to do. Ez az, amit meg kell tenni mindenkinek. Nem tudjuk, mi a felkészülés az ünnepre, krumplit pucoltok, ez mind lényegtelen. A barátok felé való lenullázódás, ez a lényeg. Lenullázzátok magatokat azáltal, hogy támogatjátok egymást. Nyilván nehéz a lenullázáson dolgozni, szinte lehetetlen. A lenullázódás az valóban az én erőimen keresztül történik meg, a barátok eladása érdekében, és a barát így segíti a másik barátot. Tehát én támogatom őt azzal, hogy leváltam az egómról. Ez a fajta cselekedet a lényeg. Ez a cselekedet az, ami belsődleges. Tehát mindannyiunknak támogatnia kell a csoportot ilyen módon. És akkor kölcsönösen bele lesznek foglalatotva egymásba, annak érdekében, hogy elérjék a mit, a kölcsönös támogatást. És ezáltal a lenullázódás is el fog kérni. A lenullázódást külön-külön, és akkor hirtelen azt fogjuk érezni, hogy átmentünk a falon. Oké. Okay. So by this it's clear what. Akkor ezáltal világos most már, hogy mi az igazi csoportmunka. Sorry, excuse me. New York, ugye, Tel Aviv, New York. Tehát Tel Aviv, New York és New York. És a moszkvai csoport, amit csoport, ugye? Azon túlmenő, akik most éppen munkában vannak, tehát vannak csoportok, akik itt a központban éppen dolgoznak, tehát mi lenullázunk magunkat az ő irányunkba, hogy támogassuk őket. Tehát nekünk kell egy szándék, délutánig, hogy láthassuk, hogy mit tudunk elérni. Tehát én teljes mértékben komolyan mondom, az eredmény mindig tőletek függ. Tehát mindegyik őtök, aki érti és tudja, hogy ő sikeres akar lenni,
Isten segítségével ebben a munkában, az le kell, hogy nullázza magát, minden erőt a barátra kell helyezni, a lenullázáson keresztül, az ember segíti a barátját, és akkor meg lesz a lehetőségetek arra, hogy valóban előre adjatok. Komolyan mondom. Akkor mindenkinek van lehetősége. Van még kérdés? Okay. Nincs másra szükség. Tehát ön korábban azt mondta, hogy itt egymást kell támogatni a teremtő elérésében. Tehát én a barátnak az elérését támogatom. Mit jelent az, hogy én a barátnak az elérését támogatom a teremtő eléréséhez? Hát ha én el akarom érni, nyilván egy egoista módon. Tehát én a barátot támogatom, és ennyi. Na, olvasom egy kis Zohárt, mondja rá. Menjünk át a lecke közrészére, hát ez 20